Különös tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönjük szépen az asztalán ülőknek, hogy eljöttek hozzánk. Mi egy ilyen ország vagyunk, hogy aki vagy nekünk zenélni fog, olimpiai ezüstérmes, egy milliószoros világbajnok ikonunk, akik mellettem ülnek olimpikonok és Magyarország büszkeségei szintén művészeti intézmények vezetői. Milyen sajtótájékoztatókat tartani magyarok? És hogy miért a Honvédom? Nem csak azért, mert én 14 évet töltöttem a Honvédban, és a 15-et is elkezdem így edzések és háttérmunka szintjén, hanem csak ezt a papírt szeretném megmutatni a sajtókeres munkatársának. Ez január óta a Honvéd utánpótlás és felnőtt világbajnoki és európa-bajnoki érmeinek a listája. U15 vízilabda elbi aranyérem, a kis kapusunktól elkezdve Erikáig fantasztikus nyári menetelésig, ahol 5 hét alatt 3 sportágban nyertünk 8 aranyérmet a honvédosok Magyarországnak. És én azt szerettem volna szóvivőként is, hogy bemutassuk a gyerekeknek, hogy nagyon fontos a műhely munka, ahogy Erika is Szigetrandról egy kisebb egyesületből származik, nagyon sok fiatal különböző sportágokban pici egyesületből jött, de azért ne felejtjük el a nagy egyesületek szerepét, itt majdnem 2-20 szakosztályban lehet körülnézni akár az előcsarnokban, milyen eredményeket érnek el a sportolóink. Egy-egy nagy egyesületnél Honvéd, Ferencváros, Vasas, Újpest, sorolom végig, több ezer sportoló kezdi meg a pályafutását és ér el nagy sikereket. Úgyhogy én szerettem volna ezt az információt, ezt az üzenetet a szülőknek és a gyerekeknek átadni ezzel a sajtótájékoztatóval is, illetve nem titkoltan a Honvéd sportolók azért a nagy sportágválasztón is jövő évben szép szemmel meg fognak jelenni, és lehet velük találkozni, autógrafot kérni, fotót kérni tőlük. Úgyhogy gyerekeknek sok szintet tudunk már adni a magyar sportban és a magyar művészetben. Most szerettem volna a csúcsot megmutatni ezzel a sajtótájékoztatóval, hogy egy 5 hetes időszakban lehet 8 világbajnok aranyérme egy klubnak. Ilyenek vagyunk mi, magyarok, megint csak visszatérek el. Amellett nagyon örülök, hogy a nagy sportág választó kibővült a nagy hangszer választóval újra tavasszal májusban, és ezt a hagyományt szeretnénk erősíteni és folytatni. Az én gyermekeim is művészet és sport párhuzamában éltek, a középsőlányom a mai napig még gitározik, amennyit az edzések mellett van ideje, de szeretnénk, hogyha gyerekeknek minél szélesebb lenne a világlátása, és azok a plusz programok, lehetőségek, amiről majd Gergő is fog beszélni, mindig a sportág választót színesítették, így a véradás, amit harmadik alkalommal szervezünk meg, és pénteken délelőtt és szombaton 11 órától a zárásig lehet elsősorban pénteken a cégeknek, de lakosságnak, és szombaton pedig a lakosságnak vért adni, és ezzel segítve azoknak, akik kórházban szükségét látják ennek. És elindítottunk egy nagyon érdekes dolgot, ami sikeres. Kabala pályázatot hirdettünk gyerekeknek, 14-en aluli gyerekeknek, már több mint 100 pályázat érkezett, egészen kreatív és ügyes pályázatok. Viszonylag az a kiírás, mert bármilyen rajzeszközzel, szinte bármilyen méretben be lehet adni ezeket a pályázatokat csütörtökig, 13-áig, és utána fogjuk kiértékelni, és lesznek különböző díjak. Amiket nem tudom elmondani nekem most. Fussunk neki, persze! Az első díj, biztos én mondjam, hogy én mondom. Az első díj egy ajándékutalvány és egy ajándékcsomag mellett elmegyek a győztes gyermek osztályába és egy rendhagyó testnevelés órát tartok. A második és a harmadik díjazottak pedig ajándékokat nyernek, vásárstúrtalvány és egyéb formában. Úgyhogy remélem, hogy tudok örömet okozni, hogy már sok száz osztálynál járhattam életemben, és járhatunk mi és sportolók, de remélem, hogy ez a kis extra ajándék, ez jól jó majd annak az osztálynak, akinek a kreatív képviselője menjen részt a versenyt. Szóval kabala pályázat, véradás, bajnokok, hangszerek, zene, sport, sok minden fog történni ebben a két napban, és még egyszer köszönöm a kedves vendégeknek, hogy eljöttek, és a sajtóképviselőknek, hogy itt vannak, és hallgassuk meg azt mondtad, hogy szeptember 12-e csütörtök a leadási adány. Igen, 2 csütörtök. Szeptember 12-e csütörtök.